Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja. A nyolc és fél óra vendége Molnár Krisztina Rita, író, költő. Köszönöm telek, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Hát én is köszönöm mindenkit, és nagy örömmel fogadtam el, mert nekem a nyolcadik kerületben az, visszajönni, az hazajövés tulajdonképpen. Ezt én tudom rólad, és hát talán nem is kis részben ezért is vagy a vendégem, de mielőtt rátérünk a személyes történetekre, amelyekből már néhányat én is hallottam tőled, de szeretném megosztani a kedves hallgatósággal, azelőtt arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a költészetedről, a művészetedről, hogyan csöppentél bele az irodalomba, ha jól tudom, akkor az 1990-es években jelent meg az első köteted. Ideig hogy jutottál el, hogy megjelenjen az első köteted? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert nem is könnyen belecsöppenni. Abban a pillanatban belecsöppentem, hogy elkezdtem olvasni nagycsoportos óvodás koromban, azt hiszem. Tehát én azóta olvasó vagyok, és kisgyerekkorom, hát mondjuk olyan 8-9 éves korom körül éreztem úgy, hogy ehhez több közöm van, mint befogadó. Persze nyilván nem így gondolkozik egy gyerek, ez csak egy ilyen nagyon erős érzés volt, hogy ehhez több közöm van, mint az olvasás. De akkor még nem írtam semmit természetesen, nem sokkal később azért elkezdtem. És hát ahogy gyerek és kamaszkorában sok mindenki ír, az sok később válik el, hogy az embernek ez lesz a hivatása is. De végül is nem, tehát hogy én abszolút a mesterséget is azt gondolom, hogy fontosnak tartottam, tehát nem csak azt, hogy az önkifejezésnek vagy az öngyógyításnak egy formája legyen az írás számomra. Ennek ellenére nyilván az, hogy az embernek az az identitása, hogy én költő vagyok, az sokkal később alakult ki. Mindig azt szoktam mondani, hogy körülbelül a harmadik verses kötetem megjelenésekor már így kimertem mondani azt, hogy költő vagyok magamról. Az első kötetemre visszatérve, amit kérdeztél, egyébként akkor éppen itt éltünk a Gutenberg téren a 8. kerületben, amikor megjelent, és addigra közel egyévesek voltak már az ikreim. Kicsit késett az első kötetem megjelenése, ugyanis én nagyon sok szempontból nem szokványosan szoktam viselkedni, de erre nem volt rálátásom, tehát engem megkeresett egy kiadó, hogy adjuk ki az első verses kötetemet. Amire most már jó ideje tudom, hogy nyilván minden normális fiatal költőnek azt kéne válaszolni, hogy boldogan odaadja és örül neki, hogy megjelenik. Ezzel szemben én azt mondtam, hogy nem, ezzel nekem még dolgoznom kell, és magamhoz szorítottam a dossziét, amiben valóban egy kötetnyi vers volt, és egyébként valóban csiszolgattam még elég sokat az egészen, mire abból kötet lett. Annyira, hogy közben megszülettek a gyerekeim is, úgyhogy 96-ban jelent meg az első kötetem. Uh-huh. Mit kell arról az első kötetről tudni? A világ figyeléséből, a világ magunk, melyünk benne. Egy vékony kis kötet, nem volt különösebben nagy visszhangja, mert nem voltam beágyazódva semmilyen irodalmi színába. Tehát persze publikáltam, ja igen, ezt elfejtettem mondani, tehát ugye 18 éves korom óta publikáltam irodalmi lapokban. Akkor még postán küldtük a kéziratot, mert még nem volt internet. Például a Mozgó Világban volt egy fantasztikus és legendás szerkesztője a versrovatnak, Berkes Erzsébet, aki még valóban szerkesztette a verseket, tehát ott álltunk sorba fiatal költők az előre egyeztetett időpontban, amikor ő megbeszélte velünk azt a 4-5 kéziratot, amit vittünk. És ő még mondott olyanokat, hogy ilyen magyar költő nem ír le ilyen jelzőt, és hát ő még tulajdonképpen edukált is minket, tehát egy valódi szerkesztő volt. Arra esetleg emlékszel, hogy mi ez a jelző, amire akkoriban azt mondták, hogy magyar költő nem írja le? Arra most pont nem emlékszem, csak arra, hogy Pádovai piacot leíró vers volt ez, és a Szökőkút peremén billegő galambokkal kapcsolatban volt valamilyen jelző, amire ezt mondta, illetve ő volt az, aki ilyen egyszer történt velem életemben, ami a verses kötetben az utolsó vers, az a címe, hogy Vesztegető, és ami a mindent elveszítünk, amink csak van, belátásáról szól röviden, hogy amikor elolvasta, akkor nagyon kemény, néha még
trágár nő is volt, tehát tényleg két lábbal a földön is nagyon nem volt finomkodó, szép lélek, nem lehetne rá ezt mondani. Nagyon okos volt, és nagyon olvasott, és sírva fakadt, és azt mondta, hogy ezt vidd haza, és írd át. És hogy tartalmi okok volt, tehát hogy ott már nem az ilyet magyar költő nem ír le ilyen jelzőt, vagy nem a forma, vagy nem semmi ilyesmivel nem volt kifogása, egyszerűen azt mondta, hogy ez annyira fájdalmas, hogy muszáj, hogy ezt nem lehet, hogy írjam át. És egyébként átírtam, és nem olyan rég megtaláltam egy kis gépelt papíron az eredetit, és akkor posztoltam a Facebookon, és Karafiát Orsi írt, hogy össze, hogy tudod-e küldeni a véglegeset, és mondta, hogy tényleg jobb lett. Tehát, hogy az volt az érdekes, hogy érzelmileg reagált rá, ami mondom, nem volt rá jellemző, de jobb lett. És a másik legendás versszerkesztő, aki még szerencsére köztünk van is, ugye a Holminak híres versszerkesztője és költő, műfordító Váradi Szabolcs, ővele viszont még papíron leveleztünk, tehát ott még ez se volt, hogy bementünk volna a szerkesztőségbe, ma is őrzöm a gondosan töltőtollal írt leveleit. Például az előbb kérdeztél példát, azt sose fogom elfelejteni, hogy az egyik versemben szerepel az olvasztott méz kifejezés, és akkor, hát ezek ugye hetek, tehát ahhoz képest, hogy most kommunikálunk, ezt el sem tudjuk képzelni, hogy akkor válasz, hogy igen, szabad olyan recept, amiben olvasztott vizet kell tenni, akkor jó a vers, és akkor elfogadta a közlése, tehát, hogy ilyen egészen más módon zajlott. Egyébként nem gondolom, hogy azon kívül, hogy nyilván mindig türelmetlenül vártuk a szerkesztők válaszait, de azt hiszem, hogy mégis volt idő gondolkodni a dolgokon, tehát hogy nem volt ennyire felgyorsulva minden, mint most, és hogy azért vannak dolgok, amikhez kell az idő. Hát ennek meg volt adva a módja, azt hiszem. Most hogyan éled ezeket meg, hogyha bármit szeretnél kiadni, akkor azt hova küldöd, kikkel dolgozol, szívesen együtt kiadnod, akinek a véleményére adsz, és milyen gyorsasággal kapsz válaszokat? Hát most egészen más, hogy zajlik az egész irodalmi élet, ami nem csak az internet miatt van, hanem azért, mert közben kapitalizálódott az egész könyvpiac, tehát hogy azért a 90-es években, vagy akár a 80-as években, amikor én elkezdtem küldözgetni a kézirataimat folyóiratoknak, akkor nem így zajlott. Tehát az, hogy mi válik a kánon részévé, mi lesz könyvpiaci siker, és a kiadók pénzből élnek, tehát nyilvánvalóan egész máshogy zajlik már. Azért abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ennyi megjelent kötet után már nem arról van szó, hogy elfogadja-e a kéziratomat egy kiadó, hanem arról, hogy van-e mondjuk éppen elég pénz egy kortárs verses kötet kiadására, mert nem abból van bevétel egy kiadónak sem. Tehát, hogy a kortárs verses kötetek azok soha nem hoztak sokat a konyhára, de a nyugat idejében sem. Tehát a nyugat is csak néhány száz példányban jelent meg, hiába azaz, amit tanulunk a gimnáziumban is. Úgyhogy a folyóiratok, hát azok is ugye nagyon-nagyon átalakult, tehát annak inkább egyéb okai vannak, nem gazdasági, hogyan alakult a magyar irodalmi folyóiratoknak a sorsa, mert rettenetesen sok forrást megvontak a színvonalas irodalmi, vagy színvonalasnak tekintett irodalmi folyóiratoktól. Egyrészt másrészt a Holmi például magától megszűnt, mert résztál halálával, végül is úgy döntött a szerkesztőség, és nem adta végül is át a stafétát egy következő generációnak, hogy megszűnik a lap. De azért még vannak irodalmi folyóiratok, és nagyon sokkal átkerült az online térbe is, ami egyfelől nyilván jó, mert egyáltalán hozzáférhető, másfelől pedig nem feltétlenül jó, mert nagyon sokszor tényleg nincs pénz arra, hogy aztán ezek nyomtatott formában is megjelenjenek. És hát sokszor kérnek is kéziratot a folyóirat szerkesztők, úgyhogy azt hiszem, hogy így. Te hogyan látod a verses köteteidnek az ilyen érzelmi alakulását, vagy inkább úgy kérdezem, hogy fel tudnád osztani nem csak időrendi korszakokra, hanem valamilyen személyes fejlődés történeti korszakokra, vagy ez nem annyira releváns kérdés? Hát biztos releváns kérdés, csak az nem biztos, hogy én fogok tudni rá jól válaszolni, mert nem gondolkoztam ezen.
Hát elég nagy ritkossággal jelentek meg ezek a kötetek. Tehát az első után a következő, a második az 10 évvel később jelennek, mert közben volt a 3 gyerekem kicsi. És hát akkor is úgy lapokban publikáltam, de sokat nem tudtam foglalkozni ebben. Tehát 2013-ban, tehát ott is eltelt körülbelül 5 év. A kőházig? A kőházig, igen. És igen, tehát hogy vannak talán összetartozó kötetek, tehát a kőház és a levél egy fjord partjáról, ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy egyfajta ívet jár be. És az új kötet, ami idén ősszel jelent meg, a hosszú utazás, ez talán mindegyiktől egy távolságot vesz. Talán egyébként ennyire távol a dolgoktól a legelső kötet van, most, hogy így rákérdeztél, hogy azt hiszem, hogy... Tehát azért az egy, nem csak nekem, alapvetően a költőknek az alapattitűdje a szemlélődés, és a dolgokon való elmélkedés, és aztán azoknak valahogy a megragadása, ezek összejek, de nem tudom, de jók. Tehát, hogy így van. Talán a legszemélyesebb az a kőháznak egyes ciklusai, de a legalanyibb módon levő kérdések vannak, illetve a levél egy fjordpartjáról néhány verse is. Igen, a hosszú utazás az filozófikusabb, azt hiszem. Tudnád-e jellemezni a költészetedet 3 jelzővel, ha már a jelző szó szóba jött korábban, amilyenek szerinted? A verseim? Igen. Így az összes, úgy általában? Igen. Hú, de nehéz, másoknak a verseit sokkal könnyebb lenne. Igen. Mert az ember nem magát szokta, vagy hát jó esetben másoknak van. Hát nagyon remélem, hogy pontosak. Most nem csak versanilag értem, hanem ilyen világ megfigyelés szempontjából is. Fájdalmasak. De hogy talán van bennük valami nagyon finom humor is. De nem kitörő, tehát nem úgy, mint a Rodani környezetében, amikor játszik. Igen, talán ezek. Ha már szóba hoztad, kik azok, akiket mondjuk a kortárs szénából nagyon kedvelsz? Nagyon nehéz kérdés, mert... Itt viszont nem mondok számot, úgyhogy bármennyit. Igen, mert hogy így a végtelenig lehetne sorolni, tehát ugye ahol az idő még nem tudta megszűrni ezeket, tehát nyilván ha az ember igyekszik nyomon követni a kortársait, akkor rengeteget olvas. Én azt hiszem, hogy extra mennyiséget olvasok, de befogadhatatlan mennyiségű szöveg árad, és nem biztos, hogy az egy teljességigényű, akiket én olvasok. Tehát nem lehet ugyanis mindenkit olvasni, aki publikál, tehát ezzel nem ki akarom kerülni a választ, csak megmagyarázni, hogy miért olyan nehéz erre válaszolni. Hát most persze itt nyilván vannak már ismertebb, meg befutottabb, de akik már tartósan. Mert az idő tényleg szűr, tehát hogy egy idő után nagyon sokan abba hagyják. Tehát fiatalon nagyon sokan írnak, és aztán nagyon sokan abba hagyják. De mondjuk így a fiatalabb, mondjuk én 30-es nemzedékből szeretnék először említeni valakit, Ferenc Mónikát, akinek még nyilván nem teljesen forrod ki a költészete, de azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, amit csinál. Nemrég ismerkedtem meg szintén, ő már talán 40-es, Szőlősi Balázsnak a költészetével, aki talán szintén egy kevésbé sokak által ismert, de nagyon... Hát a finom szót azt törölni kell, ugye az borzasztó, mert az ilyen szépelgő, de hogy mégis ilyen érzékenyen a részletekre is reflektáló, és egy saját világot építő szövegei vannak. És hát akkor nyilván van a saját generációm, ahol megint csak egészen csalók, ahogy kik azok, akik nagyon népszerűek, és kik azok, akik kevésbé, de közben mégis olyan súlya van a költészetüknek. Például Mesterházi Mónikát szerintem nem ismerik annyian, mint amennyire erős költészetet művelőt egyébként kortárs angol és amerikai regények műfordítójaként is ismerhetjük, de nagyon erős költészete van. Direkt olyan neveket próbálok mondani, mert nyilván sorolhatnám Tóth Krisztinának egyébként, amiről viszonylag kevés szó esetett, most nagyon sok szó esik a disztópiájáról, a majom szemméről, ami tavasszal jelent meg, de tavaly jelent meg az új verses kötete, ami egy ünnep a bánadal, tehát egyszerűen egy,
egy csodálatos verses kötet, tehát itt, akkor itt kiemelném, hogy ő azért nem csak remek prózát ír, hanem a lírája is nagyon fontos. És akkor még egy nevet mondok, mert egyébként el végtelenig lehetne, mondjuk azt mondom, hogy Parti Nagy Lajos, és azért őt mondom, mert mostanában úgy látom, hogy van egy olyan tendencia, hogy így elfelejtődik az, hogy a vers az egy nyelvi bravúr is, tehát hogy ez nem csupán világtükör, és egy folyamatos helyzetjelentés arról, hogy miben élünk, vagy hogy hogyan vagyunk, nem csak társadalmi vagy magánreflexiók, hanem közben nyelv alakító bravúr is, és azt gondolom, hogy az ő költészete alkalmas arra, hogy ezt elhiggyük. Nem csak versek tekintetében vannak nagy sikereid, hogyha azt szabad mondanom, hanem ha jól tudom, akkor regényt is írsz. Az egyik Malina kertje. Beszélnél nekünk egy pár mondatot róla, hogy az, aki mondjuk még nem olvasta, kedvet kapjon hozzá, mit kell róla tudni, illetve hogy számíthatunk-e esetleg külföldi nyelveken való megjelenésre? Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Ha jól tudom, éppen mostanában fog befejeződni a szlovák fordítása, és tavasszal jelenik majd meg Szlovákiában. Ha lesz a papír, megmondom, mert ugye ez nem csak minket érint ez a probléma most. A Malina kertje az egy nagyon érdekes keletkezés történetű szöveg. Simonyi Cecília, a grafikus művész, aki a második verses kötetemhez készített illusztrációkat, minden versziklushoz egyet, és a borítóját is ő készítette. Ő kért meg engem egyszer csak, hogy Krisztina írja nekem egy mesét. Ez körülbelül úgy hangzott, mint amikor a kisercekben megkéri a kisherceg a pilótát, hogy rajzolj nekem egy bárányt. Mert mint hogy ezt szerette volna, hogy illusztrálhassa, azért, mert volt egy pályázat, az aranyvackor pályázat, amit gyerekanyagkiadók hirdettek meg, azt hiszem, hogy két évente, ez a 2010-es volt talán. És én nem írtam, hiába volt a gyerek, én nem írtam mesét egyáltalán korábban, novellákat igen, és azt mondtam, hogy jó. És volt egy határidő, 10 oldalt kellett, amiből 3 az illusztráció. És én így tényleg 3 iskolás gyerek és egy gimnáziumi tanárság mellett elkezdtem éjszakánként írni. Az volt a hívószó, hogy átváltozás. És hát azon a görög mítoszok átváltozás történetei, illetve Ovidiusnak a metamorfózisza volt az, amilyen nyomvonalon elindultam, és végül is egy olyan történetet kezdtem el írni, hogy pályázat ide vagy oda, hát rögtön láttam, hogy ez nem egy rövid mese lesz, hanem egy regény lesz, tehát hogy elkezdődött egy struktúra kialakulni, és tudtam, hogy akkor ezt nem 5 perc lesz megírni. Tehát a pályázatra egyébként azt a 7 oldalt, amit megírtam, azt beadtuk, és nyert, a szöveg nyert. A Naphegy kiadói volt az egyik különbíja, a későbbi a könyvkötet későbbi kiadójáé. És hát akkor még írtam szerintem 2 évig, de ilyen hajnalonta meg éjszakánként, tehát hogy ez nem volt erre elkülönített idő, úgyhogy nem volt egy ripsz-ropsz munka. Az alcíme az lett végül is, hogy mese gyerekeknek és felnőtteknek, mert hogy egy olyan szöveg lett, ami azt gondolom, hogy abszolút családi együtt olvasásra, vagy önálló felnőtt olvasásra is alkalmas. Én egyébként misszionáriusa vagyok az együttolvasásnak felnőtt korban is, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó és fontos közös időtöltés, amikor egy szöveget egymásnak olvas fel 2 vagy több ember, és utána vagy közben akár beszélgetni is tud róla. És hogy kerül ide Ovidius meg az átváltozások, tehát itt egy nyilván bizonyos értelem, hogyha be kéne sorolni, egy fejlődésregényről van szó, Malina az egy 10 éves egyedül testvér nélküli kislánykét nagyon elfoglalt szülő mellett, és van 2 fizikailag látható barátja is, egy egész másik társadalmi osztályba tartozó Janó nevű kisfiú, akit elhagytak a szülei, és elég szegény, és a nagymamája neveli. Van egy teljesen átlagos, nagyon cserves állatbarát barátnője is, de ő egy nagyon introvertált, nagyon zárkozott és elmélkedő kislány, és neki van egy tücsök barátja, akit Szibillnek neveztem el, a Szibill Lajos nő átalakítása, parafrázisa ő. És hát
az a kérdése, vagy a tétje a regénynek, hogy hogyan tud az ember átlépni a saját határain, tehát hogy tud a kertjéből kilépni a világba. És hát azért ez nem csak azon a szinten, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mit szeretne, hogy képes legyen elérni azt, amit akar, hanem azon a szinten is, hogy mondjuk például, hogy el tudja fogadni, hogy van hol áll, és hogy valaki vágyhat éppen arra, hogyha már annyi ideje van a Földön, mint például ez a több ezer éves Szibill. 2019 őszén jelent meg a Remélem örülsz című novellás kötetem a Szkolár kiadónál, és ezek is nagyon lassan készültek, illetve igen, tehát a sok év novelláiból válogattam ebbe a kötetbe. És hát a cím az nem egy ilyen, mint ahogy a könyve mutatón, azt hiszem, hogy talán Juhász annak kérdeztem, hogy ez egy ilyen passzív, agresszív módon kell értelmezni a Remélem örülsz, és hogy nem, hanem különböző élethelyzetekben lévő, különböző, nyilván egy novella mindig arról szól, hogy valakinek valamilyen traumája történik, de ezek nem ilyen direkt traumafeldolgozó történetek, hanem valahogy talán azt próbálják attitűd szinten bemutatni, de ezt csak most, hogy így megkérdezed, nem fogalmaztam meg előre, mint egy programot, hogy a traumáink közben is hogyan tudunk egy kicsit kívülről ránézni arra, ami történik velünk, és nem nyakig benne maradni, hanem távolságtartással kezelni. De ez nem egy menekülési javaslat, hanem egyszerűen csak a tisztánváltás, meg az egyensúly megőrzése jellemzi talán ezeket a szereplőket. Még egy korábbi beszélgetésünk során felmerült, és az annyira megmaradt bennem, hogy gondoltam, hogy most szóba hozom. Nagyon érzékelhetően, tehát tényleg hivatásodként kezeled a költészetet, és talán pont a kapcsán beszéltünk arról, hogy ezzel párhuzamosan pedig jelen van a köztudatban az a vélekedés, hogy sokszor az írók, költőknek nagyon erős kapcsolata van az alkohollal, és az ilyen különböző függőségekkel. És akkor nekem nagyon jól rákontrasztál, és felvilágosítottál, hogy ez mennyire egy, hát nem tudom, téveszme, hogy erről mondanál egy pár gondolatot, hogy ezt a rossz gondolkodást kitisztázzuk? Hát én azt gondolom, hogy ez így az iskoláinknak köszönhető, hogy valamire a művészekről azt gondoljuk, hogy bohém életet élnek mindannyian, és én azt hiszem, hogy a nem művész társadalomban is legalább annyian élnek úgynevezett bohém életet, anélkül, hogy bármilyen alkotó tevékenységet végeznének. Tehát az, hogy valaki alkoholbeteg lesz, az szerintem nincs összefüggés. Csak az iskolában megtanuljuk mondjuk például a francia szimbolizmustán, hogy ott a Montparnasse-on mindenki abszintot ivott, és még sorolhatnék példákat, de és nyilván tudunk nagyon sok alkotóról, aki komoly függő volt, Vörös Marti Mihálytól Ady Endrének, mondjuk, hogy csak a magyar irodalomból hozzak két példát. Tehát alkohol problémákkal rengeteg ember küzd, és függőséggel is, függetlenül attól, hogy szerző vagy nem. Azt hiszem, hogy talán itt az lehet a félreértés sorás, hogy ugye hogy egy alkotó az érzékenyebb, és hogy talán így könnyebb elviselni, tehát hogy azért gondoljuk ezt, és hát nagyon sok zenészről is tudjuk, hogy drog problémái vannak, de nem csak nekik. Tehát én azt hiszem, hogy valódi alkotó munkát végezni, úgyhogy az ember egyfolytában rongyosra isza vagy lövi magát, ami egy nagyon szörnyű tragédia, úgy nagyon nehéz. Tehát, ami nem azt jelenti, hogy esetleg ne hoznának létre fantasztikus életművet függő, vagy annak ellenére, igen, hogy függenek. Egy regényt megírni szerintem nem lehet egyfolytában másnaposan. Tehát az egy ugyanolyan munka, mint a többi. Tehát, hogy ott kell lenni és koncentrálni. Ami megint csak nem jelenti azt, hogy mondjuk az automatikus írás, hogy bizonyos tudatmódosult állapotokban ne lehetne fantasztikus szellemi teljesítményeket létrehozni, amiket különben nem, de hogy szerintem ez nem, nincs ilyen direkt összefüggés. Illetve a függés, az megint egy másik fiók lenne, amit kihúzhatnánk, hogy mindannyian függünk, tehát valaki sorozatot néz, az semmivel nem más, nem függés, csak kevésbé láthatóan ártalmasak a következményei, mert nem a mája trongája, nem az agya, de attól még, most csak ez egy hétköznapi példa akart lenni, de attól még függés.
szóval jött az iskola is, te pedig tudom, hogy magyar tanár is vagy. Mesélsz nekünk egy kicsit erről? Mikor tanítottál, aztán volt egy kis szünet, aztán megint visszakerültél a tanári pályára, hogy ez hogyan működik, amellett, hogy tudom, hogy a három gyerek miatt nyilván volt egy idő, hogy nem tanítottál, de hogy a költészet mellé ez egy... hát egy kötelező muszáj, vagy inkább szívügy, vagy ezt nem lehet így elválasztani, mert mind a kettő, hogy hogyan van ez? Hát, ez is egy jó nagy kérdés. Én valójában én egy jó ideje kiábrándultam a tanításból, ami nem csak a jelenlegi magyar iskolai körülményeknek köszönhető, vagy a jelenlegi alatt, akár már a 10 évvel ezelőttieket is, vagy a még régebbieket értve, hanem azért, mert azt gondolom, hogy az, ami lett az európai rendszerű edukáció, az azt szüntette meg, hogy a lényeg elveszett. Tehát, hogy a lényeg megmaradjon, azt szüntette meg. Tehát, hogy ami a befogadás öröme, hogy megtudok valakitől valamit, ami érdekes, mert én még nem tudom, mondjuk, ha erre a modellre leegyszerűsítjük, hogy eredetileg mi is lett volna a célja annak, hogy valamit megtanuljunk, és nem tudok jobban, tehát nem tudom a megoldást, csak nekem konkrétan elképesztő lelkiismereti, meg egyéb típusú szenvedéseket okoz az, hogy azt látom, hogy az iskolákban olyan mértékben van a rendszer miatt, ami ilyen önműködő, belekényszerítve mindenki szereplője az iskolának, tehát ez alatt értve a tanárt, a szülőt és a gyerekeket leginkább, hogy nem az érdekli mondjuk, hogy mi az, hogy ballada, vagy milyen érdekes egy szöveg. Persze vannak, akiket érdekel, nem azt akarom mondani, de hogy mégsem ez válik a fontosabbá, hanem az, hogy egy dolgozatra hány pontot kapott, vagy egy aztán hány százalékot ért el, vagy egy dolog hányos lett. Ez exponenciálisan, hogy az idő telt, egyre van felgyorsult, tehát egyre inkább a mérhető teljesítmény, és az ráadásul az időre, tehát hogy ez még a másik, tehát hogy nincs meg a dolgokhoz az idő. Akkor hiányolod az elmélyülést az oktatásban? Hát igen, ebben a rendszerben nem lehet, és itt most tényleg nem pusztán a magyar viszonyokra mondom, hanem egyáltalán, ahogy zajlanak. Elmondok egy jó példát arra, hogy milyen is lenne az igazi. Tehát, hogy ebben a rendszerben, és mondom, nem tudok jobban, de nincs mód arra, hogy egy dolog addig tartson, ameddig tart. És egyszer Zsámbékon a gimnáziumban, ahol tanítottam, volt egy faktos csoportom, akikkel Beckett Kodóra Verve című drámáját vettük volna. Mindannyian elolvasták, és délelőtt 11-kor pedig az iskola kihirdette, hogy elromlott a kazán, ez egy nagyon hideg téli nap volt, és hogy mindenkinek haza kell menni, hogy ez egy régi kastély épületben lévő, az Icsi kastélyban lévő gimnázium. És rémülten jöttek oda hozzám ezek a gyerekek, akik egyébként egyáltalán nem mind a bölcsészkarra akartak menni, tehát nem arról van szó, hogy mindegyik irodalmár lett volna, egyáltalán nem, de ők elolvasták, és nagyon izgatta őket, hogy ezzel a szöveggel akkor most mi van. És hogy megkerestek a szünetben ezután a kazánáról, más után, hogy akkor most mi lesz. És akkor mondtam nekik, akkor tudjátok, mint akkor az lesz, ott a domtemplom alatt van egy kis étterem, hogy oda beülünk, és hiszem, mindenkit meghívom egy teára. És hát a faktok mindenhol délután vannak, tehát általában ilyen 3-4 körül szoktak véget érni, ha jól emlékszem, ez már több éve volt. És ugye az iskolában meg állandóan csöngetnek, tehát nem akkor ér véget egy beszélgetés, amikor véget ér, hanem amikor csöngetnek. Tehát egy abszolút külső rend szabja meg a dolgokra szánt időt. És hát ők a Zsámbékról, illetve a környékbeli falvakból való gyerekek voltak, tehát nekik tényleg fontos volt az idő, mert nekik nem csak a csöngő, hanem a különböző buszmenetrendekhez is kellett alkalmazkodni, tehát tényleg ez fontos volt számukra. Na és akkor beültünk oda, és elkezdtünk beszélni a Godóra Bárva című darabról, és amíg teljesen meg nem beszéltük, addig nem ért véget, mert senkinek nem jutott engem is beleértve, meg őket is eszébe az idő, hanem a dologgal foglalkoztunk, amit csináltunk. És akkor, amikor véget ért, akkor hazamentünk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy így lehet átadni, meg egy valaminek a végére járni, bármilyen disziplina legyen, tehát nem gondolom, hogy a biológiában ez máshogy lenne, vagy a fizikában. Én teljesen belátom azt, hogy ez megvalósíthatatlan, de ezért én 7 évvel ezelőtt kiszálltam. Nem csak ezért, több oka volt, de én úgy döntöttem, hogy akkor tartom az íráskursusaimat
Biatorban, egy Biatorban egyik kis könyvesboltban egyébként, most már 9. éve tartom ott, és hogy én nem szeretnék senkit erre kényszeríteni, hogy ebben részt vegyen. Most egyébként a katatörvény miatt visszakényszerültem félállásba az iskolába. Nagyon-nagyon nehéz, nem azért, mert a gyerekekkel ellene jó együtteni, vagy átadni bármit, hanem egyszerűen azért, mert valami olyasmit csinálok részben, amiben nem hiszek. Mm. És mellette az íráskurzus akkor most megszűnt, vagy ez még tud működni, csak valamilyen más formában? Hát csak félállást tanultam az iskolában, és több íráskurzust is tartok, most felnőtteknek is, egyet Biatorbágyon felnőtteknek, egyet pedig Budapesten, úgyhogy igen, abban hiszek, annak van értelme. És akkor ez az íráskurzus, ezt úgy kell elkezdeni, mint amit mondtál, hogy leültök, nekiültök valaminek, beszéltek, adsz ki feladatot, és akkor tart, ameddig tart? Nem, ott van idő, csak nincs baj, hogyha nem vagyunk kész addigra vele. Értem. Mert hogy nincsen se egy osztályzat, se semmi, tehát hogy akkor folytatjuk otthon, vagy mikor visszajövünk egy héttel később. Úgyhogy nem lékelődik közénk egy intézmény a maga rendszerében, és egy intézménynek muszáj, hogy legyen rendszere, csak a dolgok természete így nem sérül ettől. Ó, értem. És csak egy ilyen kettő mondatot tudsz mondani arra, hogy mondjuk hogyan kell elképzelni egy ilyen íráskurzust? Én kétféle íráskurzust tartok. A gyerekeknek, ezek kamasz gyerekek, tehát felsőtagozatosok, illetve gimnazisták két csoportban vannak. Nekik leginkább ez az, amit kreatív írásnak hívunk, olyan típusú, tehát ott mesterség tanulás zajlik, pont úgy, mint bármely művészeti iskolában, ahol zongorázni vagy festeni tanulnak gyerekek. A felnőtteknek viszont tartottam egyszer már ilyet, de most ez két olyan csoport, amelyik összeemberben, aminek az a címe, hogy jól lenni írókör, tehát ott nem az a cél, hogy a mesterséget megtanuljuk, hanem hogy, tehát az írás az egy nagyon egészséges dolog, pont úgy, mint az olvasás. Erre ma már orvosi vizsgálatok vannak, segít artikulálni egy csomó mindent, ami van bennünk, és hát nyilván, amikor csak jár az agyunk, akkor nem körvonalazzuk ezeket a gondolatokat, és végeztek tényleg ilyen méréseket arra, hogy amikor valakik elkezdenek írni, mindegy, hogy az emlékirataikat, vagy napló, vagy bármit, vagy mit láttak aznap a parkban, javult a légzéskapacitásuk, a vérnyomásuk, tehát nem csak mentálisan segített, hanem még biológiailag is, mennyire összefügg azért ez a kettő, hogy hol vagyunk. És ilyen típusú írókör tartok, nem terápiás, mert nem beteg emberek járnak erre, én nem is vagyok terapeuta, hanem ami olyasmi gyakorlatok, amiken keresztül, egy áttéten keresztül, mi nem magunkról írnak, mert mindig magunkról írunk, tehát ha most erről a mikrofonról írnánk mind a ketten egy tárcát, akkor is benne lennénk mind a ketten valószínűleg. Egészen biztos. Igen, de hogy valószínűleg jobb úgy benne lenni, hogy van közben egy áttét, vagy jobban segít, tehát hogy nem mindig. De én nem hiszek abban, hogy mindig direktben, sőt, abban hiszek, hogy nem mindig direktben kell foglalkozni egy problémával. És hát ez egyfajta játék is egyúttal. Én magam is nagyon élvezem ezeket az alkalmakat. Arra gondoltam, hogy most már annyi mindent faggattalak itt a szakmai dolgokról. Átérnék arra a vonalra, hogy megkérdezzem, hogyan kapcsolódsz Józsefvároshoz? Mondtad, hogy amikor te ide jössz, akkor hazajössz. Mesélsz erről nekünk? Igen. Hát két nagyon erős kapcsolódási pontom van. A legdirektebb az, hogy én magam is hosszú éveken át, tehát én második gimnáziumi osztályunk után költöztünk ide a Gutenberg térre, innen körülbelül nem tudom, 2 perc egy gyalog. Akkor költöztünk el, amikor az ikreink 2 évesek lettek. Még nem voltak egészen 2 évesek, tehát jó hosszú évig, nem is tudom hány év volt, vagy csak 84-től 98-ig, az majdnem 15 évig éltem itt. Rengeteget gyalogoltam a Bródy Sándor utcán, például amikor az ikreket a múzeum kertjében próbáltam, az akkor még csak ilyen párhuzamos sikerbaba kocsi volt, tehát a parkolókocsik és a fal közt kellett elférni, és még nem így nézett ki a Bródy Sándor utca, mint most.
meg a Gutenberg térsem. Hát, szerintem most se férnénk el egy párhuzamos babakocsival. De már vannak nem olyanok, de sokkal, sokkal tisztábbak ezek az utcák, sokkal rendezettebb az egész környék. Most nem régiben jártam itt, illetve az évek alatt többször is, mert a saját gyerekeimet is elhoztam megnézni, de abban az Árkádos házban laktunk, a Gutenberg tér 2-ben. És hát annyival szebb lett a tér is, tehát hogy sokkal ápoltabb ez a, gondozottabb ez a környezet akkor volt. Illetve én pályakezdő tanárként a Csobánc utcában tanítottam, ami az Orci tér és a Kálvária tér között egy kicsike utca, de hát rengeteget jártam dolgozni, és az 6 éven át jártam oda dolgozni a Gutenberg térről. De hát van ennél egy sokkal erősebb és mélyebb kötődésem is, azon kívül, hogy én magam is a Horváth Mihály térre születtem, mert a dédnagymamám ott lakott, és ifjú szüleimnek nem volt még lakásuk, úgyhogy az ő egyik szobájába költöztek be. És ugyanoda született, csak akkor még Mária Terézia térnek hívták, az anyukám is 1945. szeptemberében, és annak a háznak a pincéjében hordta ki a nagymamám az ostrom alatt, és a nagymamám és a nagypapám, akik akkor 22 évesek voltak, és idő előtt házasodtak össze, mert a nagypapám orvosi egyetemre járt, és csak az egyetem után akarták az esküvőt megtartani, de féltek, hogy a háború szétszakítja őket, és hogy mindenképp együtt maradjanak, összeházasodtak. Ennek köszönhető, hogy most itt beszélgetünk, mert akkor ott a Mária Terézia tér sarkán volt egy vörös keresztes állomás, és ott kötözték a sebesülteket. A nagymamám is segített ebben, és úgy jött rá, hogy gyereket vár, mert elég jól viselte ezt a naturalista borzalmat, de egyszer rosszul lett, és akkor rájött, hogy babát vár, és az volt az anyukám. És hát még távolabbi szálak is, tehát az anyai családom, anyai ágán, már a századfordulón is ezen a környéken laktak az emberek, a családtagjaim, az egyik dédapám az a Műszaki Egyetemen volt fővillanyszerelő, a másik dédapám, mármint hogy ez most az anyai ágam, pedig a Műszaki Egyetemen dolgozott a nyomdában, az egyetemi nyomdában, tehát az akkor még szerintem ma valószínűleg főiskolát kéne ahhoz végezni, de kellett tudni franciául, matematikai kifejezéseket is, mert ugye még rendesen ólótükkeltükről berakták ki azokat a tudományos cikkeket. Yeah. És itt valamelyik a Nagyfuvaros utcában lakott, most az összes címet nem fogom tudni pontosan fejből, de megvannak, mert az a regény, amiről csak beszélek, de most nem dolgozom rajta, mert annyi egyebet dolgozom, hogy nem jutok hozzá, tehát nagyon-nagyon nehéz az időt megteremteni rá, de hogy azért rengeteg anyagot összegyűjtöttem már, és ez a környék az, ahonnan elindult ez a család. Sőt, itt a sarkon a nagymamám húgáik egészen tavaly nyárig, mióta csak én élek, de hát szerintem már 40-es, 50-es évektől itt laktak a Múzeum körút egyben. Van valami olyan nagyon kedves történeted, ami ide kapcsolódik? Ilyen személyes? Hát rengeteg van, és ugye ezen most gondolkodnom kell. Ja, például, amikor még diákok voltunk, és ösztöndíjból éltünk, akkor a Fülemüle vendéglőbe jártunk minden hónapban egyszer elkölteni az ösztöndíjunkból legalább havonta egyrészt francia hagymalevesre és rántott sajtra, vagy valami hasonló, tehát ezek voltak a legolcsóbb ételek. Múlt hónapban, illetve most még az ez a hónap, de tehát október elején volt Szolnoki Zsanya Zsoltnak a kiállítás megnyitója, amire szeretettel meghívott engem. És nagy örömmel jöttem, bár messziről jövök, de ugye oda kellett visszajönnöm, akkor még csak azt tudtam, hogy a Kőfaragó utcában, ami egyébként az az ablak, ahová a Gutenberg térről nézett az én szobám ablaka, az a Kőfaragó utcára nézett. És már emiatt is örömmel jöttem, hogy hazajövök. És amikor megláttam, hogy ez az egykor volt Fülemüle étteremnek a helyén van a Bura Károly galéria, akkor még jobban örültem, mert ez nem a szakmai részle a tárlatnak. Nagyon izgalmasak Szolnoki Csanya Zsoltnak a festményei.
és azt gondolom, hogy ugyanaz a problémakör foglalkoztatja, mint ami szerintem sokunkat, vagy talán úgy benne van a korban, engem is, akár a verses kötetben, akár azon, amin most nagyobb prózán dolgozom, ezek az egymásra rétegzett idők, és hogy hogyan nem létezik az egyik idő sem a másik nélkül, és hogyan ismétlődnek motívumok az időben, vagy értelmeződnek át, és kapnak új jelentéseket. Hát azt hiszem, hogy fogok tudni emiatt kapcsolódni az ő festményeihez, és nagyon megtisztelt, hogy felkért, hogy tartsak egy tárlatvezetést, ami még nyitva van. Még utána azt hiszem egy hétig lesz nyitva az ő kiállítása. Amit még nagyon érdekesnek tartok, és azt gondolom, hogy szeretnék veled róla beszélni, hogy ha jól tudom, akkor hívő vagy. Erről mondanál egy pár dolgot, hogy úgy általában a te életedben ennek milyen szerepe van, és hogy mondjuk kapcsolódik-e az alkotáshoz? Hát nyilván ez egy nagyon belső dolog. Igen, valóban már beszélgetünk mi erről, hogy én szeretem megkülönböztetni a vallásos és a hívő szavakat. Nagyon más számomra értelmezője ennek a két szónak. A vallásosban mindenképp érzek valamiféle formalitást, vagy valami formális erőt, ami egyébként tud lenni, tehát a forma az jó dolog, tehát hogyha nem lenne mondjuk egy bögre, akkor a kávénk is folyna. De mégis azt hiszem, hogy a hit az jó, hogyha képes leválni a formákról, és nem pusztán, mert nagyon könnyű átcsúszni abba, hogy csak a formák maradjanak tartalom nélkül. Tehát a formák nem önmagukban rosszak, csak akkor, hogyha üresek. Bár vannak egyébként, akik azt mondják, hogy még az üres forma is jobb, mint hogyha semmi sincs, de én ebben nehezen tudok hit kérdésében azonosulni. Egyébként jobbról-balról egy teljesen klasszikus közép-kelet-európai katolikus családból származom. Szerencsére egy olyan hitnek a mintáját kaptam a felmenőimtől, ahol semmilyen külső kényszer nem volt, és ez nem csak annak köszönhető, hogy a szocializmus éveiben voltam gyerek, amikor rejtegetni kellett volna, hogyha valaki templomba vagy hittanórára jár, hanem a lényegét azt viszont átadták mind az anyai, mind az apai ágon a felmenőim a hitnek, ezek a nagyszüleim alapvetően. Tehát, hogy a formaságok nélkül, tehát körülbelül 10 dolgot tiltottak, és ami nagyjából megfeleltethető a 10 parancsolatnak, de a 10 parancsolat mint kifejezés nem került szóba. De az szerint éltek, és nem csak a szavaikkal, sőt elsősorban nem szavakkal adták át ezt a hitet, hanem a viselkedésükkel és a cselekedeteikkel. Én egyébként nem voltam hívő, mert nagyon sokáig, mert az ember az nem úgy születik egyáltalán, hanem mindannyian jó kis pogányoknak születünk, azt gondolom, ami talán soha nem múlik el teljesen, vagy én azt hiszem, hogy ez fontos, hogy emlékezzünk arra, amikor még nem úgy kapcsolódtunk a láthatatlan tartományhoz. És én, mivel nagyon korán veszítettem el az édesanyámat, ezért óhatatlanul szembe kellett ezzel a kérdéssel néznem. De nem tudtam azt mondani, hogy akkor nincs Isten, mert addig sem gondoltam azt, hogy akkor van. De a teljes nem hívéségből annak, hogy lenne, én elkezdtem ezen gondolkozni, és szerintem kb. 10-15 év volt az, amire úgy döntöttem, hogy van, vagy úgy éreztem, vagy hogy azt tapasztaltam, inkább így fogalmazok. Tehát nekem így empirikus élménye ez az életemben, de csak remélni tudom, hogy az alkotásaimmal átszűrődik, vagy hát, hogy amikor írok, akkor nem írok semmi olyasmit, ami ellenére lenne, és itt most nem az illemre gondolok, hanem hogyha már egyszer adott valamihez tehetséget, akkor az ellenére van, amire használom, mondjuk így. Az empirikus hogyan érted? Mit tapasztaltál? Nem megjelent, mint Mózesnek egy cipkebokorban, tehát nem így értem, hanem vannak olyan események az életemben, persze erre a teljesen racionális emberek azt mondják, hogy az ember az űrt azt mindig kitölti a képzeletével, és hogyha két dolog között nem talál magyarázatot, akkor olyan könnyű azt mondani, hogy mert Isten működött ott. De nagyon sok olyan esemény volt az életemben, ami olyan gondviselésszerűnek tűnik. Mondjuk a egyik legszebbet elmondom, az ikrek születése előtt volt egy ikervetélésem. Az előtt az nem sokkal előtte, tehát az előtt, hogy ők megfogantak, az előtt 5 hónappal.
és akkor még egyáltalán nem voltam, illetve voltunk a gyermekeim apjával megtért hírek, én csak így bíztam benne talán, hogy, hogy van Isten egyszer, ezt egy öreg bácsi mondta nekem, egy vonaton utaztam, és valamiért úgy éreztem, mielőtt leszállt, hogy megkérdezzem tőle, hogy, hogy, hogy a bácsi szerint van Isten, és már szállt, és így visszanézett rám, nagyon öreg volt, és azt mondta, hogy én nem hiszek benne, édeslányom, hanem bízok benne, és leszállt. És ez ilyen nagyon nagy tanítás, megmaradt ez a mondat, ez sok-sok évtizeddel ezelőtti. Tehát mondjuk úgy, hogy már bíztam benne. Hát ez egy nagyon fájdalmas periódus volt, amikor elvetéltem ezeket a pici babákat, és utána úgy alakult, hogy a pár hónap egy izraeli konferenciára kellett mennie, pár hónappal később, és engem is magával vihetett, és akkor bejártunk minden olyan szakrális teret, ami ott Izraelben eléggé hangsúlyos, és természetesen voltunk a Siratófalnál is, és mind a ketten hűn imádkoztunk az általunk nem hit, csak bízott Istenben ahhoz, hogy, hogy legyenek újra, vagy hát, hogy legyenek gyerekeink. És egyébként ezután a nőgyógyászati baj után így fél évig nem is lehetett volna teherbe esnem. Én viszont mégiscsak teherbe estem, és méghozzá ikreket szültem, és egy kiváló nőgyógyászom volt, aki a civil életében enyhén dadog. És amikor ultrahangvizsgálatra mentem, akkor egyszer csak elakadt a szava, amitől nekem meg a lélegzetem, mert ugye azt mondta, hogy jaj, várjon, csak valamit látok itt, ami egy 5 hónappal egy vetélés után az nem igazán nyugtatja meg az embert. És azt mondta, hogy nem hiszem el, megint ikrek, ilyen a szakirodalomban sincsen. Mert hogy az, hogy spontán 5 hónapon belül egymás után kétszer ikerterhes legyen az embered, ezt én így tudtam, meg nem értek hozzá, ez az nagyon-nagyon ritka. És mondjuk talán ez egy jó példa az empíriára. Picit átteveznék egy másik témára, aztán utána engedlek is tovább az esti programodra, mert jó sokáig elraboltalak. Tudom azt, hogy írtál egy kis történetet, vagy egy mesét, egy nagyobb kötetbe, amiben több kis apró mese van, és egyébként ez a mesekönyv viszonylag nagy port kavart korábban, ez a Meseország mindenkié. Hogy talált meg téged az az élethelyzet, hogy ebbe a könyvbe írj egy mesét? Hát nem is élethelyzet talált meg, hanem Nagy Boldizsár szerkesztő keresett meg, aki egy elég ikonikus alakja a kortárs magyar gyerekirodalomnak, és talán hozzá kapcsolható az, hogy azokat a társadalmi kérdéseket tárgyaló engedált, vagy gyerekkönyveket is behozta a magyar irodalomba, amiket nem voltak, azokat a témákat, amik a fiatalokat is érintik, és hát nyilván a szüleiket is kellene, hogy érintsék. És ő kért meg engem, hogy vegyek részt ebben a kötetben. És akkor én azt válaszoltam neki, hogy Boldizsár, én akkor mondok neked igent, hogyha találok egy olyan görög mítoszt, amiben hasonló típusú kérdést dolgoznak fel, mert hogy én nem hiszek az archetipusok átírásában. Tehát az archetipusok szereplők és élethelyzetek, konfliktusok, ezek nagyon fontosak, véletlenül Jung óta a pszichológia is ezeket használja, tehát nagyon pontos és valóban előforduló élethelyzetek azok, amiket ezek az archetipusok megjelenítenek. És hát, mit ad Isten, találtam egy olyan görög mítoszt, amit egyébként Ovidius is feldolgozott, több más mítosz változatot is ismerünk, egy Kaineusz nevű hősről, aki lányként látta meg a napvilágot, de egy Poszeidónnal való vehemens találkozás után azt kéri az Istentől, hogy változtassa őt férfivá. Hát én nagyon megtöbbentem, mert én tényleg hiszek abban, hogy az nincs is a világon, amit a görögök már meg tudtak volna a világról, és hát úgy tűnik, hogy ez tényleg így van. Úgyhogy igen, mondtam ezek után neki. És hát igen, a sikerrel is lett, mert azóta, ha jól tudom, akkor már 11 nyelvre fordították. Mit gondolsz, hogy a legutóbbi könyved, aminél dolgozol, mikor láthat napvilágot?
Hát erre még reményeim sincsenek. Egyébként van egy másik könyv, ami még nem látott napvilágot, arra talán előbb lesz majd egyszer nyomda költség és papír. Van-e a Térforgó című vízösvénye, tűzösvénye jelent már meg, és a földösvénye várja, hogy majd megjelenjen. Ez a regény pedig addig nem ismerek semmit mondani rá, ameddig be nem fejezem. Rendben, biztosan fogom még rólad hallani, és aki pedig szeretne veled találkozni, mint amilyen én is vagyok, az november 12-én a Burakárok Karéliában megteheti. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és a fantasztikus beszélgetést is nagyon köszönöm neked. Én is nagyon köszönöm a meghívást, egy élmény volt. Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja.